Sziasztok, Varga Tamás vagyok az itfröccs.hu-ról, előttem pedig még mindig a Dell Inspiron 5748-as széria egyik darabja, és akkor most egy kicsit bekapcsolom a gépet és beszélek nektek róla, hogy milyen felszereltséggel értékesítik a széria darabjait. A Mitas készülékünk az 1600x900-as felbontással rendelkezik, ugye 17.3-as kijelző méretről beszélünk, de értékesítik Full HD felbontással is, ami 1920x1080 pixelt akar. Négyféle processzorral szerelik, negyedik generációs Intel processzorokkal, Dual Core, Core i3, Core i5 és Core i7-es. A mi esetünkben a tesztkészülékünkben egy Core i7 4510U jelölésű processzor van. Memóriában is mások a felszereltségek, 4 GB vagy 8 GB-os memóriamodullal szerelik a készülékeket, 8 GB memóriát kezelnek maximum, ha bár a processzor kezelni a 16-ot is, de a gyártó úgy döntött, hogy csak 8 lehet benne maximum, és egy darab memória slotunk van, de ezt egy későbbi videóban meg fogom nektek mutatni. Ugye szerelik ezeket a szériákat 500-as és 1 TB-os HDD-vel, ugye háttértárban is változó a méret, meg dedikált VGA-t is kapnak, van amelyik a széria, van amelyik darabja, ugye az Nvidia GeForce 820M-es vagy a 840M-es videó, dedikált videókártyát kapja meg. A mi esetünkben a tesztkészülékünk egy 840M-es videókártyát kapott, dedikált videókártyát 2 GB memóriával. Jelenleg ezen a készüléken Ubuntu Linux van, mert Ubuntu-val és Windows 8.1-el értékesítik a széria darabjait. A Dell-nek az oldalán a drivereknél letölthető azért a Windows 7 64 bit és a Windows 8.1 64 bites driverek, plusz még a, hát az Ubuntu is fönt van, de ahhoz nagyon driver nincs az oldalon, sőt, mi több semmi. 1204 LTS-hez, jelenleg most egy 1404 LTS van rajta. Valójában Windows 8.1-el is megnéztük, de a cikkben bővebben olvashattok róla, illetve láthattok néhány darab tesztet, néhány darab képernyőt. Úgyhogy ő lenne maga a készülék. A kezdősúlya az 3 kg, 3,3 kg az, azt hiszem az érintő kijelzős változat. Fényes kijelzőnk van, úgyhogy, de ezzel már elárultam azt is, hogy érintő kijelzővel is lehet hozzájutni a széria darabjaihoz, úgyhogy ez is opcionális. Valójában a portokról már beszéltem nektek, amit még nem mondtam, hogy ugye hogy az alapfelszereltség az egy 40 wattos akkumulátort akar, 4 cellás akkumulátor, de 65 wattos akkumulátorral is értékesítik, a töltünk az 65 wattos minden esetben. Itt, hogyha látjátok, akkor van egy tapipadunk, hát a tapipaddal most hadilábon áll a Dell-in, úgy érzem, vagy a gyártósor, mert hogyha így rányomok, akkor így berezonál, és van úgy, hogy ilyen kényelmetlen, és nem is kattint a tapad, hanem ilyen berezonál az egész, mint hogyha lötyögne. Ugye egy kicsit silánynak érzem a minőséget, de nem annyira mondjuk, mint a 3542-es szériánál, ami nemrég volt a kezemben. A billentyűzet az nagyon jó, habár kényelmes is, elméletileg a gyártó specifikációja szerint folyadékálló, habár ezt nem próbáltuk ki a teszt alatt. Valójában itt a baloldali kontroll, ami hogyha halljátok, akkor eléggé ragad, vagy nem tudom, mit csinál az ott. Az ott nagyon el van már itt fáradva. Valószínűleg azért, mert ez egy kiállítási darab, sok kiállításon és sok tesztelő kezében megfordult már. Hát nem tudom. A pánt rögzítések, ugye a zsanérok, azt már mondtam nektek, azok elég stabilak és jól működnek, szóval nem az a kategória, ahol dől a gép, vagy szóval jó ki is van egyensúlyozva, bocsánat, erre akartam kitérni, hogyha hátrahajtom ezt a nagy kijelzőt, akkor nem mozog a gép egyáltalán, de hát már ilyen súly mellett, ekkora kijelző mellett ez nem is megengedhető, úgyhogy elég stabilan áll a lábán, de hogyha így megmutatom nektek, azért nézzétek meg, hogy azért a kijelzőnk az brutálisan vastag, szóval az még hát majdnem olyan vastag, mint maga a gép oldalt, úgyhogy de hát ez egy nagy kijelző. Amit már mutattam, ugye, hogy a kijelzőnek a feldlapja, ugye a hátlapja az alumínium, de valójában be lehet nyomni, mert nagy kijelzőről beszélünk, szóval hordozni csak óvatosan, esetleg autóban, de ez inkább az irodai kategória, amit irodába raknak és ott fogják használni. Úgyhogy nagyjából melegedést azt egyáltalán nem észleltem a gépen.
teljesítmény során, tesztek során teljesen jól vette a feladatot, mondjuk a Core i7-es processzorról ezt meg is értem, hogy jól vette a feladatot, a videókártyának a konfigurálásával se volt problémám, a wireless is nagyon jól működött, úgyhogy egy teljesen jó választás lehet. Az ár, amiről még nem beszéltem, ugye mondtam, hogy többféle felszereltségben kapható ez a széria. Valójában már 130 ezer forinttól a dual core-os verzióhoz hozzájuthatunk, azért 130 ezer forint nem sok egy 17.3-as kijelzővel rendelkező készülékért. Ja, és hogyha már a felbontás, azt nem tudom, hogy mondtam-e már, de azért még egyszer elmondom, a kijelző felbontás vagy 1600x900 pixel a mi esetünkben, de Full HD-val is értékesítik, 1920x1080 pixelt akar a Full HD-s kijelző. Úgyhogy eléggé fel van készülve a széria, lehet válogatni, hogy mit szeretnénk bele, mit nem. És valójában ennyi lett volna. Mondom, nekem ez a kontroll itt a billentyűzeten, ami nagyon úgymond kicsit fájt, hogy egy-két billentyű a billentyűzeten nem oké, meg maga a touchpadnak a lötyögése, vagy nem tudom, itt valamit nagyon elszúra, de most a gyártósoron a touchpadok terén, mert nem az igazi. De ennek ellenére teljesen elégedett voltam a géppel, végülis egy 17.3-as munkagép, teljesítményben teljesen oké volt. A tesztkészülékünknek az ára ilyen 210 ezer forint körül van most jelenleg, Ubuntu operációs rendszerrel, ugye ez a Core i7-es verzió, de nem Full HD felbontás, és nem is érintő kijelzős verzió. Varga Tamás voltam az itfröccs.hu-ról, és akkor majd mindjárt megnézzük, hogy hogyan is tudjuk kiszedni a memóriánkat a gépből, meg mindjárt megnézzük azt is, hogy az akkumulátort hogyan tudjuk kiszedni a gépből. Sziasztok!